Minden újságíró fel tud sorolni jó néhány okot, hogy miért szereti a szakmáját. Nyilván arra is fel tud sorolni jó néhányat, hogy miért utálja, de gondolkodjunk inkább pozitívan. Az egyik ok, ami az újságírás mellett szól, hogy megnézhetünk, felkereshetünk olyan helyeket, amiket egyébként nem kereshetnénk fel, vagy legalábbis nem nézhetnénk meg olyan alaposan. Mai úti célunk is egy ilyen hely. A székesfehérvári Szent József és Kármelhegyi Boldogasszony templom, közismert nevein Kármelita templom vagy szemináriumi templom, a város egyik fontos műemléke. A történelmi belváros negyedik, a város hatodik legnagyobb temploma. A jelenleg két harangot őrző harangtornya 61 méter magas. A kármeliták építették 1731 és 1769 között, 1801 óta a szeminárium templomaként működik. Az építész neve nem ismert. A kármelita rendet a Kalabriából származó Bertold lovag alapította a Haifa melletti Kármelhegyen. A rend híresen bőkező támogatója Nagy Lajos király volt, szobrát ennek emlékére emelték a székesfehérvári templom mellett. A török uralom után nagy sokára újjáépített templom sorsa viszontagságossá vált, amikor 1783-ban II. József király megszüntette többek között a kármelita szerzetes rendet is. A polgári lakosság plébánia templomaként szolgált 1801-ig, majd a kialakuló papnevelés helyi központjának temploma lett. 1800-ban egy földrengés megrongálta a templom boltozatát, ezt ekkor csak részben javították ki. A templom belsejét 1903-ban, majd a II. Világháborút követően 1955-ben restaurálták, ekkor állították helyre a többször átfestett freskók eredeti állapotát. A freskók, Franz Anton Molberg osztrák művész alkotásai, Szűz Mária életét ábrázolják. A hajó első mennyezetképe Mária mennybevitelét, a következő Mária születését mutatja be, a freskókat rokokó díszes keret övezi. Főoltár fölött a fekete Madonna kegykép a bécsi kármeliták szűzanya ábrázolásának 18. századi másolata. Mindenképpen érdemes szemügyre venni a sekrestye feletti oratórium freskóját, amely a megfeszített Krisztust ábrázolja rendkívüli megjelenítő erővel. A kármelita templom külseje megtévesztő lehet, közel sem árulkodik a templom belső bámulatos értékeiről. Igazi szépségét az arányos barokk térhatásnak, a boltívek könnyedségének, a berendezés összhangjának és a freskóknak köszönheti.